Isten hozott mindenkit nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezeti közösségek találkozására ideérkezett kedves testvéreket. Szeretettel megkérem a kedves segítőnket, hogy legyen olyan kedves az ajtót bezárni. Tekintettel arra, hogy ahogyan lehet hallani, a következő generációk is megjelentek ebben az épületben, és őket gyakran jobban lehet hallani, mint bennünket. És tisztelettel és szeretettel köszöntöm azokat, akik a televízió képernyőin keresztül lesznek ennek a mostani alkalomnak szem- és fültanúi. Mindannyian azt gondolom, hogy második találkozás ezen a héten, az egyetemes ima hét alkalmainak a sorában. Mindig örömmel és mindig szeretettel találkozunk ezeken az alkalmakon. Megbékélés, megvilágosodás, reménység, bizalom, erő, vendégszeretet, megtérés, nagy lelkűség. Ezek a kulcsfogalmak, 8 kulcsfogalom, amire föl vannak építve estéről estére a liturgikus rendek, illetve az ige szolgálatok. Tulajdonképpen ezek a fogalmak, ezek a kifejezések, ami keresztény nyelv és beszéd és szókincs használatunkat mutatják. Ezek, amelyek kellene, hogy legyenek minden egyes megszólalásunknak, ezek a fogalmak, ezek a témák az alapjai. Tulajdonképpen ezen az egyetemes imaheti alkalom sorozaton szeretnénk visszatalálni közösen testvéreinkkel a római katolikus gyülekezetből, a baptista gyülekezetből, kik vezetői szeretettel köszöntünk Gulyás Zsolt tisztelendő urat és Pesti Csaba nagy tiszteletű urat. Szeretnénk közösen visszatalálni erre a nyelvre, mert erre a nyelvezetre és erre a szókincsre, mert erre van a világnak szüksége, mi erre vagyunk rendelve. Az elmúlt néhány évszázad nem csak erről szólt, nem csak a megbékélésről, nem csak a megvilágosodásról, nem csak a reménységről, a bizalomról, az erőről, a vendégszeretetről, a megtérésről, és a nagy lelkűségről szóltak a beszédeink és a tetteink. Itt az idő, hogy visszataláljunk, mert különben nem kellünk sem az Istennek, sem az embereknek. Hogy közösen keressük vissza a utat erre a szent szolgálatra. Mindannyiunk nevében szeretettel köszöntöm Majláth József nagy tiszteletű urat, kedves barátomat, keresztkomámat, lelkésztársunkat, aki Berettyóújfaluban szolgál ott az elnök lelkész és sokféle teendője mellett elvállalta azt, hogy ma este ő segít bennünket az ige alapján ezekhez a szent fogalmakhoz visszatalálni lélek, szellem és majd aztán gyakorlat szerint is. A mai alkalmunknak is, de mondhatom, bizonnyal tegnap is volt erről szó, az apostolok cselekedetei 27.-28. fejezetében megírt történet az alapja, amikor Pál apostolék megmenekülnek Málta szigetén. És ezzel kapcsolatban van egy különös mondat, nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Ez a mottója és a vezérfonala ezen fogalmakon túl ennek az egyetemes imaheti sorozatnak. Lehet látni, hogy minden összetörhet, minden elsüllyedhet, de a végén mégiscsak partot lehet érni. A biztató ígéket fogadjuk szeretettel, imádkozunk azért, hogy ma este is, holnap, amikor majd mindenkit várunk ugyanire, és szombaton, amikor a záró alkalom lesz majd a baptista testvéreinknél, megtaláljuk azt a bizonyos utat, ami a mindenféle vihar, mindenféle elsüllyedés, mindenféle káosz állapotunkból ki tud bennünket vezetni. Szeretném, hogyha énekelnénk, olyan éneket énekeljünk, most nem választottam semmilyen különleges evangelizációsnak mondható éneket, hanem a református énekes könyvből, a református ének kincsek közül választottam egyet, ez a 300. dicséret, és mindegyik versét fogjuk énekelni ennek a szép éneknek. Lelkem drága Jézus, a hozzád hajt a félelem. És nem véletlenül választottam, hiszen a képek után értjük meg, vagy a kép után, hogy még üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Nagy valószínűséggel ez a két dolog már, mint ez a bibliai történet és
És ez az ének, ezek találkoztak a szerzőnek a lelkében. Úgyhogy mi is így fogjuk énekelni mind a négy verszakát. Utána pedig átadom a telepet Rajlács József lelkipásztornak. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéden a dicsőség, a tisztesség, az oltalom, mert Te formáltál mindent, és minden akaratodból jött létre. Kegyelmünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az értünk megszületett, feltámadott, és mennybe ment élő Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, mondjuk el a mai napra rendelt imádságot. Szerető Istenünk, fiad Jézus Krisztus megtört a kenyeret, és megosztott a tanítványaival a poharat szenvedésének előestjén. Add, hogy egyre szorosabb közösségben növekedhessünk ő vele. Pál és a korai keresztjének példáját követve adj nekünk erőt, az együttérzés, a szolidaritás, a harmónia hídjait építsük egymás között. A Szentlélek erejével, fiad nevében kérünk, aki azért adta életét, hogy mi élhessünk. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyeinket, és Isten igéhez szól hozzánk a mai imaheti alkalmunkon, a Jelenések könyve 21. részében, annak 22. versétől a következőképpen. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket. Tisztáltalanok pedig nem mennek be oda, sem olyanok, kik utálatosságot tettek, vagy hadusságot tettek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Amen. Kedves testvéreim, a mai estére én a Szentírásból a Jelenések könyvét választottam azért, mert régóta olvassuk már a bibliaolvasók alól szerint ezt a könyvet. Az elmúlt esztendőben kezdtünk hozzá olvasni, tanulmányozni, és így szól hozzánk a mostani imádati alkalmunkon is. Arról szól a mostani igevers, hogy milyen lesz majd Isten népének helyzete, amikor majd valaki a minden élőknek útjára tér. Amikor már nem leszünk a Földön, hanem majd Isten hazahív bennünket az ő mennyei hajlékába. János leéri az ő látomást, azt mondja, hogy elvitt engem a lélek egy nagy magas hegyre, és megmutatta nekem a Szentváros Jeruzsálemet, amely az Istentől a mennyből szállt alá. Kedves testvéreim, mi tehát a mennyei Jeruzsálem? Azok közössége, akik a Földön komolyan vették, hogy valóban hisznek az Úr Jézus Krisztusban és az örökké való Istenben. Hogy vele tartalmas kapcsolatot ápolnak egész földi életútjuk alatt, akik őt megváltóknak vallották. Úgy is éltek, mint uruknak engedelmes szolgái, mint Isten gyermekei. Azokról van itt szó, akik egész földi útjuk alatt ragaszkodtak mindig az Úr Jézus Krisztushoz minden körülmények között. Még üldözés közben is. Hiszen látjuk, hogy meg kell állapítanunk szomorú szívvel, hogy a mai világban odáig jutottunk, hogy éppen mi a keresztény egyház, a keresztény vallás, a keresztény hit, a kereszténység lett a legőrzöttebb a világon. Nyugaton bezárják, vagy eladják ránk költözött más vallású embereknek, keleten pedig lebombázzák, vagy írtják keresztény testvéreinket. Kedves testvéreim, azokról van tehát szó, akik ilyen élethelyzetben is kitartanak az Úr Jézus Krisztus mellett. És abban a korban is volt szenvedés, üldözés, és sajnos odáig jutottunk,
hogy a mai korban is van üldözés, üldöznek bennünket, keresztényeket. Kedves testvéreim, ezért kimondhatjuk nyugodtan, hogy azért magunk fajta embereket várja a mennyei Jeruzsálemben a örökkévaló Isten, vagyis az üdvözültek serege. Nézzük meg, hogy mi is jellemzi ezt a mennyei Jeruzsálemet. Egyik jellemvonása, hogy ott teljes közösségben vannak egymással, az üdvözültek Jézus Krisztussal, valamint fele barátaikkal. Jézussal és egymással. A megváltottak megváltójukkal. Ez hatalmas ajándék. Ugye a mennyei Jeruzsálemben a győzelmes egyház az ő urával egyesülhet. Ott semmi sem zavarja meg azt a lelki közösséget, ami lehet Istennek hajlékában. Ott nem lesz többé bűn, nem lesz üldöztetés, nem lesz fájdalom, nem lesz jajkiáltás, nem lesz semmilyen rossz. Csupán örökkétartó öröm és boldogság. És ugye közösséget tartanak egymással a mennyei Jeruzsálemben a hívők is. Külön megemlíti az utcáit, hiszen ez fontos, mert ókorban az utca az nem a rohanás helye volt, mint ma. Bárhová elmegyünk, akár városban, nagyvárosban főleg rohanás helye, de már kisebb városokban és már falvakban is az utcák a rohanás helyei. Mert mindenki siet valahová, akár munkahelyre, vagy gyermekeit viszi óvodába, iskolába, vagy éppen valamilyen céllal indul el valahová. A mennyei Jeruzsálemben ilyen boldogsággal teljes, nyugalmas életközösségben lesznek a hívek egymással. Az ókorban a találkozás, a beszélgetés, a közösség ápolás helye volt az utca. És ilyen lesz majd a mennyei Jeruzsálem is, ahol a hívek egymást nagyon fogják szeretni, ott nem lesz senki magányos, ott senkit nem néznek le, és nem fognak senkit megvetni. Kedves testvéreim, vagyis átéljük azt ott Istennek hajlékában, amire itt a Földön mindig is vágyunk, vagy vártunk. Egy olyan hibátlan, olyan tökéletes életközösség vár bennünket, amit nem zavar meg semmi. Itt a Földön sok minden zavaró tényező van, ami földi útunk alatt. De ott a közösség tökéletes lesz Istennel és egymással. Kedves testvéreim, aztán másik jellemvonása ennek a mennyei Jeruzsálemnek, hogy tökéletesen tiszta, világosságban, ott átlátszóságban és átláthatóságban. Ha megnézzük a mi életünket, éppen ezek hiányoznak a mi életünkből és a mai kor életéből is egyaránt. Elszoktunk a világosságtól, elszoktunk a tisztaságtól, az átlátszóságtól, az átláthatóságtól. Ehelyett minden más van már. Van ködösítés, van takargatás. Talán már szülők mondják kiskorú gyermekeiknek otthon, hogy soha sem mondd ki azt, amire most éppen gondolsz. Másnak mutatkozzál, mint amilyen valójában vagy. Ebből áll a világ. Hátsó szándékok, hátsó gondolatok, nem tiszta szándék, nem egyértelmű gondolat. Kétértelműség, rejtőzködés, takargatás, titkolózás, ködösítés, csúsztatás, és ebből áll a mai kor, ebből áll az egész élet. Kedves testvéreim, tisztaság, világosság, egyértelműség, átláthatóság, átlátszóság hiányzik a mai korból, hiányzik mindnyájunk életéből. És ez megnehezíti a mi életünket, és ebből félelmes élet születik. A mennyei Jeruzsálemben ezzel szemben minden világos, minden tiszta, minden átlátszó, minden átlátható, minden egyértelmű, minden tiszta. Kedves testvéreim, olvassuk, hogy ott nincs szükség napra, mert Isten és a bárány annak a lámpása. Kapuit nem zárják be, éjszaka sem lesz ott,
folyamatos világosság lesz ott, és árnyék nélküli fény, amit el sem tudunk képzelni. A Földön bárhonnan süt a fény, a napfény, vagy égnek ilyenkor este a lámpáink, mindig van árnyék. Isten hajlékában, mennyei Jeruzsálemben, árnyék nélküli fény lesz. Kedves testvéreim, ezért olyan fontos Jézusnak kijelentés, amikor ezt mondja, én vagyok a világ világossága. Belőle ömlik ez a mindent beragyogó, mindent átülelő, mindent megvilágosító fényesség. És ebből félelem nélküli élet, örökké tartó hajlék, boldogság, nyugalmas élet következik. Aztán a mennyei Jeruzsálemnek harmadik jellemvonása, hogy középpontja a mindenható Isten és a bárány, az Úr Jézus Krisztus. Az igében azt olvastuk, hogy nincs szüksége a városnak sem holdra, sem napra, hogy világítsanak, mert Isten dicsősége világosítja meg azt, és lámpással várány. Kedves testvéreim, a dicsőséges Krisztus lehetővé teszi mindnyájunk számára, hogy ilyenfajta emberek is, mint mi, bekerüljünk oda a mennyei Jeruzsálembe. Mert azt mondja az igevers, megmosták és megfehétették ruháikat a bárány vérében. Mindenki előtt nyitva áll ennek kapuja. Egyetlen feltétele van csupán, hogy hinni az Úr Jézus Krisztusban, keresztjén emberként élni, Krisztus követő emberként élni ebben a földi világban, Krisztushoz tartozni, és így bárki bekerülhet a mennyei Jeruzsálembe. Jézus mondta egészen világosan, aki hallja az én beszédemet, és hisz annak, aki küldött engem, örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem nem átment a halálból az életre. Kedves testvéreim, aki hallja tehát Jézus beszédét, és hisz az ő beszédében, az valóban bejut Istennek el nem múló hajlékába. Ezt a hajlékot jellemzi a tökéletes közösség, tökéletes tisztaság, központja Isten és az Úr Jézus Krisztus. Hogyha egy ember élete középpontjában Jézus Krisztus kerül, akkor elkezd egyre tisztábban látni szemeivel, lelki szemeivel, és ahogy tisztul, rendeződnek kapcsolatai egyre jobban Istennel, és egyre jobban fele barátaival. Hogyha valaki szívét Isten megnyitja az ige által, akkor kinyílik a szeme, fel vagyok előtte, hogy mit tett az Úr Jézus Krisztus mindnyájunkért a keresztfán. Rendbe jönnek kapcsolatai. Elsőnden Istennel, aztán fele barátaival, embertársaival. Mert ha egy ember életének középpontjába Jézus Krisztus kerül, akkor elindul egy tisztulási folyamat, egy változási folyamat, és ez kihat mindenféle emberi kapcsolatunkra. Szoktuk énekelni karácsonykor, már lehozta az életet, mely Istennél volt készített, hogy ti is véle éljetek, s boldogságban örvendjetek. Kedves testvérem, itt a Földön sokszor boldogtalanságban, szomorúságban és üldözések között kell élnünk. De Jézus elhozta számunkra a mennyei rendzsálmet, már akár itt a Földön is. Akinek Jézussal hitáltal kapcsolata van, ízelítőt kap a mennyei Jeruzsálemből. Aki már itt együtt él Krisztussal, az vele tölti életét itt a Földön, és vele tölti majd életét, örökké tartó életét a mennyben is. Ezért boldog ember az, aki ezt elhízi, és aki erősíti egész életében az ő vele való kapcsolatot. Megtapasztalja, hogy élete tisztulni kezd, és kapcsolatai rendeződnek. És akkor ebben a világosságban, és ebben a világban, amelyikben élünk, egyre inkább tisztább lesz a mi életünk, és az az élet, amelyről azt látjuk néha,
A világ sok-sok pontján, hogy éppen pokol. Mert itt robbantanak, amott kíselnek, itt árvíz van, ott fertőző járvány van, egy másik helyen pedig éppen tűzvész, és nem tudják eloltani, vagyis a világ sok részén tehát pokol van, mégis, ha Istenben bízunk, Istenben hiszünk, akkor ízelítőt kaphatunk a mennyei Jeruzsálemből. És akkor ebből adhatunk embertársainak. Megérzik szeretteink, akkor másképpen nőnek föl gyermekeink, áldással leszünk a családban, a családtagoknak, munkatársaink számára, még ellenségeink számára is áldásos életűek leszünk. Vagyis eszközök leszünk Isten kezében. Kedves testvéreim, adja mennyei Atya, hogy tudjunk így élni. Vinni ízelítőt a mennyei Jeruzsálemből embertársaink, felebarátaink életébe, már itt a földön lent. Ezért imádkozzunk. Amen. Örökkévaló Istenű mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálás a mi szívünk azért, mert a Szentírás igeversben bele pillanthattunk a mennyei Jeruzsálembe, ahol tökéletes boldogságban öröm, vidámság, örökkétartó élet te veled. Ott minden tiszta, minden átlátható, minden világos. Nincs ködösítés, nincs szomorúság, nincsenek fájdalmak, nincsenek sebek, nincs üldözés, nincs tűzvész, nincsen járvány, nincsen árvíz, nincs semmi földi pokol és földi kín. Örökkévaló Urunk, áldunk azért, mert látjuk, hogy mi vár ránk. És ebben egy kis ízelítőt kapunk itt a földön, akkor, amikor benned bízunk, amikor benned hiszünk, és már veled járhatjuk itt a földön is a mi életünket. Örökkévaló Urunk, azért kérünk, hogy áld meg bennünket olyan élettel, amelyik veled van tele, és amelyik arra törekszik, hogy egész földi életét az Úr Jézus Krisztussal élje le, nyissa meg szívét Jézus előtt, hogy lakodást verjen életében és szívében, és majd aztán az örökkévaló hajlékban is. Urunk, olyan erőt adj számunkra, amelyik arra törekszik és igyekszik, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a mennyei Jeruzsálemről embertársaink, felebarátaink is halljanak, és tudjanak. És vágyakozzanak Isten hajlékába veled lenni, velünk lenni, boldogságban, reménységben, szeretetben, közösségben. Örökkévaló Atyánk, így kérjük most, hogy áld meg ezt a hetet, az egyetemes imahetet, áld meg kereszténységünket, légy őriző pásztorunk, Szent Fiadért, Jézus nevéért. Amen. Mondjuk el együtt, fennállva és fennhangon az Úrtól tanult imádság. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, az adakozás életen tudva azt, jobb adni, mint kapni. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, életünket, gondolatokat feltámadott és élő Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyeinket. Köszönjük szépen az igei szolgálatot, amit Majláth József nagytiszteletű úr férfiasan megosztott velünk, határozottan útmutatást nyújtva számunkra. Amit hallottak, amit hallottatok, az nem más, mint az
utolsó és végső oikumené, egyetemes együtt lakozás. Az oikumené azt jelenti, hogy együtt élni, együtt lakni. Mutat arra a bizonyos mennyei tökéletes megvalósulásra, amikor eltűnnek a bennünket egyébként olyan jól jellemző és meghatározó megkülönböztetések. Bizonyára feltűnt, hogy nem lehetett hallani az ígében semmiféle felekezeti meghatározottságot. Ugyanis az együtt létezés, ez az utolsó a mennyei Jeruzsálemnek a leírása szerint teljesen más lesz, mint amit mi itt részleges és eléggé korlátos gondolkodásunkkal el tudunk képzelni. Elkezdi sorolni az ige, hogy mi lesz és mi nem. Hogy mi az, amit mi olyan természetesnek veszünk és ott nem lesz. És mi az, amire azt mondjuk, hogy az nem létezik, és mégis lesz. De szeretnék fölhívni egy nagyon fontos dologra figyelmet és gondolatot mindenkinek, aki itt van. Arra az utolsó mondatra, hogy amit itt mi egyetemleges emberi létnek értünk és gondolunk, az ott nem fog folytatódni. Nem lesz ott mindenki. Ez is benne van ebben az ígében. Nem lesznek ott azok, akik nincsenek beírva a bárány életkönyvébe. És ha nekünk van feladatunk, és 2020-ban és 2020-szal kezdődően még határozottabban közös feladatunk, hogy azokra koncentráljunk, akik még nincsenek ott a bárány életkönyvében. És egyébként jó reformátusok lehetnének, jó baptisták, jó katolikusok. Örüljünk azoknak, akik itt vannak, akikkel együtt vagyunk, akik már a bárány életkönyvében ott vannak, de felhívja a figyelmünket ez az ige, hogy nekünk felekezeteknek egy dolgunk van, hogy a bárány élet könyvébe be legyen írva minél több ember. Az az ember, aki egyébként veled együtt ott ül az asztalnál, aki egy nagyon jó ember, egyébként nagyszerű munkatárs, fantasztikus szakember, hatalmas szíve van, csak még nincs beírva a bárány életkönyvébe. Jusson eszedbe ez az ige, jusson eszedbe ő értük tenni és imádkozni, mert nincs harmadik esély. Ott, amikor föltámadunk, ott két esély van. Vagy elvettetünk, vagy pedig megtartatunk. Nincs harmadik. Nincs olyan, hogy majd kidumálom magam, majd valahogy megoldjuk, majd úgy csaphatok én valamennyire azért az Istennek a szívére. Ott már nincs. Itt a földön dől el a sorsod, és itt kell annak is, aki a családod tagja, akit nagyon szeretsz, eldőlnie a sorsának, hogy bekerüljön a bárány életkönyvébe. Értitek? Mi azt gondoljuk, hogy ennyi a dolgunk, hogy eljöjjünk ide a templomba, a gyülekezeti házba. Nem. Az csak az egyik dolgunk. A többi az ott van, odahaza, a Kálvin utcában, a Csakonai utcában, a Szent István sugároton, ott van a dolgod, hogy bekerüljön az életkönyvébe mindenki, a családodból, a baráti körödből, mert meg van fogalmazva és meg van írva, hogy nem lesznek ott, ha nincsenek bent az életkönyvében. Szóval ez a mi dolgunk, kedves kollégák, kedves lelkésztársak,
kedves presbiterek, kedves egyház tanácstagok, ez a feladatunk, kedves tanárok, kedves gyülekezeti tagok, nőszövetségi tagok, ez a közös feladatunk, hogy ne csak nézzenek bennünket, hanem együtt legyenek velünk. Azok, akik esetleg most éppen figyelnek bennünket, és ennek azért örülünk, mert ez egy elindulás talán. Úgyhogy köszönjük az igét, mert mindenről szólt, és Isten gazdag áldását kérjük a Berettyóújfalusi gyülekezet életére, szolgálatára, és természetesen a te életedre, kedves barátom, imádkozunk értetek. Köszönjük, hogy itt voltál. Várjuk a holnapi alkalmat, holnap este, hogyha jó Isten megtart bennünket, akkor KT érkezik, és az nem én leszek, hanem Komáromi Tibor, Hajdúszoboszló baptista lelkésze. Nem emlékszem rá, hogy találkoztunk volna, de én bízom benne, és biztos vagyok benne, mivel Pesti Csaba nagy tiszteletű úr volt, oly kedves, hogy megszervezte, hogy ugyanezt a igei bátorságot és ugyanezt a határozottságot fogja majd képviselni, hogy kerüljünk be a Bárány életkönyvébe. Várunk mindenkit holnap is nagy szeretettel ugyanide. Zárásként énekeljünk egy szép éneket, 468-as dicséretünket, ennek 6 versszaka van. Mind a 6 versszakot el fogjuk énekelni. Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok. És ezt a 6 versszakot miután elénekeltük, akkor odakint el tudunk egymástól köszönni egy kézfogással, egy kedves szóval, és természetesen el tudjuk mondani egymásra, hogy akkor holnap ugyanitt találkozunk. Áldás békesség!
Jó, nem meg két ifjú, úgyhogy... De meg konfigurációs, amiket tudom. 77-en jelentkeztek.